Francisco utcái. Karl Malden, Bács Ferenc. Michael Douglas, Dörner György. További magyar hangok. Kertész Péter, Csőre Gábor, Magyar Attila. Lapzárta. Írta David Friedkin. Rendezte Seymour Rabbi. Nagyon is jó okom volt rá, szóval ki ez? Már akartam róla beszélni. Csak rajta? Majd, ha nem leszel ilyen. Veled mindig ilyen leszek. A mesély. Kérlek, ne most! De most! Hová tetted a jó modorodat? Krisz! Egyedül te szabtad meg a szabályokat. Nem emlékszel? Se gyűrű, se tartós kapcsolat. Maggie! Drága, édesem, nem akartam, esküszöm, bocsáss meg! Maggie! Test felnőtt fehérnő, körülbelül 120 font, vagyis 60 kg. A magassága 1 méter és 66 centiméter. A haja szőke, a szeme kék.
A fülek, az orr és a száj alapvetően épp, kivéve egy szúvasodás a bal felső metszőfokban. Másképp is kezdődhetett volna a nap. A nyakszír területén ödéma található, valamint egy törés okozta sérülés, melynek átmérője legfeljebb 5 cm. Véleményem szerint a koponya sérülés olyan nagy mértékű agykárosodást okozott, mely kizárta, hogy az áldozat túlélje a szóban forgó sérülést. A halál beállta óta eltelt idő, figyelembe véve a test kihűlésének mértékét, melyet óránként 1 foknak vehetünk, valamint a környezet hőmérsékletét és páratartalmát 12 óra. A halála után került a vízbe. És meddig volt az öbölben? Az ár körülbelül 6 órán át folyik egy irányba, majd nagyjából ugyanannyit az ellenkező irányba. Mit mondott, mikor találtak rá? A hajnalban 6 előtt. Pontosan itt? Igen. Mit? Ott a tenger felé áramlik a víz. Ha nem találták volna meg, már rég túl lenne a hídon. Ha hajóról dobták a vízbe, az hol történhetett? Van ötlete? Jobbat tudok mutatni. Itt egy táblázat, amit a kormány hidrográfiai hivatala készített. A rajz az itteni vizek felszínét jellemzi. Ha a hullát ezen a szélességi körön találták, a tenger felé kellett sodródnia a levonuló árral. Víz és a szél sebességét figyelembe véve, valahol itt kerülhetett a vízbe. Ez szárazföld? Úgy van. A belveder. Akkor nézzünk szét. Jó, mi? Csodálatos. Igen. Ha jön az este, tudja, mit csinálok? Bámulom a csillagokat. Gyönyörűek. Kivéve a holdat. Már a holdat is szennyezik, tudta? Tegnap nem volt itt, ugye? Nem bőröztem. Vagyis dolgoztam. Tudja, valamiből meg is kell élni. Igen. Látta már őt? Jó kis csaj. Az. Nem, most látom életemben először. Miért? Ki ő? Maggie Ames. Ó. Eltűnt és keresik, vagy ilyesmi? Nem, meghalt. Ó. Szegényke. Olyan, mint egy elveszett gyerek. Azért sajnálom, hogy nem tudok segíteni, ha csak... Nincs szüksége valami jó méretre készült cipőre? Maguk sok bőrcipőt elkoptatnak. Kedves, de most nincs. Azért köszönöm. Gondolja meg, olcsón meg lenne. Jó. Talán majd máskor. Maggie izgalmas, élettel teli lány volt. Közhely vagy sem, hol megjelent, mindenkit felvillanyozott. Rovatot vezetett nálunk. Életrajzokat írt, ismer személyiségekről és ismeretlenekről. És mit írt legutoljára? Cikket az ACT nevű színtársulatról. Ő választotta a témáit abból, ami érdekelte. És mi érdekelte egy színtársulatban? A kreativitás. Az kifejezetten érdekelte. Ezzel a témával többet foglalkozott, mint az összes többivel. Nem tudja az okát? Nem. Fogalmam sincs. Maggie nagyon vigyázott a magánéletére. Nem sokan merték kérdezni róla. Hogy élt Mr. Martin? Úgy értem, mik voltak a szokásai, kikkel barátkozott? Egyedül élt vagy valakivel? Feltételezem egyedül, de soha nem beszéltünk róla. A barátait sem ismertem. De fogalmam sincs, miért akarta bárki is megölni őt. A holnapi újság felkelti az emberek figyelmét. A címe ma még csak Suttognak a halottak. Mr. Martin. Köszönöm, hogy fogadott. Nincs ott valaki, akivel beszélhetnék? Csak az érdekelne, mikor kezdődik a próba. Rendben van, várok. Igen, itt vagyok. Hogy mondta? 4 órakor. Szabad a nevét? William Ball.
Nagyon köszönöm. Nem. Nincs szemed. Belvedel. Hogy? Ott történt. Ezt miből gondolja? Az öbölben találták meg, nem? Nyaralója volt a part. Mi más tud még? Várjunk csak, maga a gyilkosság is nagy kutya, maga közli a tényeket, én csak papírra vetem. Milyen jól ismerte. Mindketten rovatot vezettünk. Ez minden? Nem nagyon ért rá, hogy elfogadja egy ilyen öregember alkalmi ebéd meghívását. Mi van azzal a nyaralóval? A Dombaljánál van, közvetlenül a vízparton. Mesélt róla? Nem, az egyik kolléganő mondta. Ő adta ki Maggie-nek, amikor Arizonába ment. Vívjú, köszönöm. Az életben semmi sincs ingyen, Mike. Ezt már megbeszéltük, nem emlékszik, semmi kivételezés. Egyet megígér? Igen. Kapja el. Ez sokkal többnek hangzik, mint egy ártatlan ebédnek hívás. Mélyen érint, ha olyan emberről van szó, mint meg James. Mi jó maradt még ezen a világon? És hány ember akar még segíteni azon keveseknek, akik megmaradtak? Ha előveszi Maggie bármelyik cikkét, meglátja, hogy tekintett az életre és az emberekre. Amit írt, tele volt nevetéssel. Kék éggel és fehér hegycsúcsokkal, nyári záporral és szivárvánnyal, hópjékkel és fagyöngyel. Az, aki megölte, mindezt tönkretette. Egyetlen buta, értelmetlen, meggondolatlan pillanatban tett valamit, aminek ez lett az eredménye. Egyelőre még csak vizsgálódunk. Gyilkosságról szó sem volt. Én érzem, hogy gyilkosság történt. Ha maga nem bizonyítja be, akkor majd én. Mint valami emlékeztető lista. Piac, tisztító, gyógyszertár, benzinkút. Nem valami izgalmas. Te mit találtál? Semmit. És ha legközelebb Marion Sheriff azt mondja, hogy nem talált semmit, akkor hiszek neki. Egyszerűen nyomasztó ez a ház. Olyan rideg és személytelen. Talán ő felvillanyozta. A szerkesztője szerint, ahová belépett, mindenki jókedvű lett. Halló? Van már valami? Chris? Semmi eredmény? Az igazolvány a zaklatásra is feljogosít? Többre, mint a jelvénye, úgy tűnik. És pedig? Két kölyök egy csónakban tegnap este nem messze a Belvedertől. Azt mondja, valaki látta, mi történt? Majdnem. Láttak egy hajót, amiben egy férfi és egy nő a part felé tart. A lány szőke volt. Pár perccel később ugyanazt a hajót látták átvágni az öblön a lány nélkül. Adtak személy leírást? Mike, mit vár két 17 éves forróvérű amerikai kamasz fiútól? A lányt le tudták írni. Ahogy a hajót is. A lány Maggie volt. A csónak 20-22 láb lehetett, kabinja is volt. Fehér, de mindkét oldalán kék csík futott. Köszönöm. Ha megvan a csónak, megvan a gyilkos is. Elmegyek a kikötői rendészethez. Megyünk? Nem kell, hagyja csak, majd én elintézem. Csak kopogtasson tovább az ajtókon. Chris. Őrült egy tolforgató ez az ember. Mi történt? Lehet, hogy sikerült feltárnia az ügyet. Mit keresünk? Kék csíkos hajót. Kék csíkos hajót? Természetesen, jól ismerem. Nagyon szép. Saját kikötője van. Ezt örömmel hallom. Ugyanis ma ez a 8. jacht kikötő. Ki? Egy Roland Claridge nevű fiatal ember. Nem tudja, tegnap ment vele? Fel kell világosítanom, a tagok akkor használják a hajójukat, amikor kedvük tartja. És nem tudja, véletlenül tegnap kedde tartotta? Nem, uram, nem tudom. Az tolakodás lenne a részünkről. De ez lehet a hajó, amit leírtak nekem.
Tudomásom szerint az egyetlen ilyen a kikötőben. Olyan, mint egy telivér. Nos, lehet, hogy ezt a kis telivért egy ideig istállóba kell zárnunk. Ezt hogy érti? Úgy, hogy lefoglaljuk. Lefoglalja? Ahogy mondja. A másik fickó ezt nem említette. A másik fickó? Igen. Maguk előtt járt itt. Ugyanezeket kérdezte. Valami újságíró. Chris Bane. Épp említeni akartam a nevét. Chris Bane. Ő írja a Haláli élet című rovatot. Haláli élet. Igazán ideje lenne olvasnunk ezt a rovatot. Már vártuk magukat, hadnagyúr. Mondták, hogy nem sokára ide látogat. Kicsoda? Egész véletlenül nem egy Chris Bane nevű úri ember? Alig ha úri ember. Tűrhetetlen módon kérdezgette a fiamat. Kiutasítottam. Egy nulla javunkra. Elnézést, hogy mondtam? Nem érdekes, Mrs. Kredics. Feltételezem, tudja, miért vagyunk. Rég el kellett volna adnom azt a hajót. Egy vagyomba kerül. Roland csak évente kétszer használja. Ő a fiam, Roland. Stone hadnagy. Jó napot. Tegnap használta a hajót? Nem, tegnap egész biztosan nem használta. Hol volt 4:30 és 5 óra között? Itthon tartózkodott. Vele. Tudja még valaki igazolni, hogy valóban itthon volt? Maga mit mond erre? Tegnap itthon voltam. De a hajója kifutott. Igen, de nem én vezettem. És tudja, hogy ki volt? Muszáj válaszolnom? Természetesen nem. Semmire sem vagy köteles válaszolni. Mert nem szeretnék senkit belerángatni az ügybe, amíg nem tudom, miről van szó. Biztosra veszem, hogy Chris Bane elmondta. Igen, hogy gyilkosság ügy. Ki az a valaki, aki miatt aggódik? Nem hiszem, hogy ő ilyet tett volna. Akkor mi baja eshet, ha válaszol pár kérdésre? A neve Peter. Peter Anthony. Tegnap használta a hajót. Egész nap. Hol találjuk meg? Nem tudom. Fogalmam sincs, hol lakik. De Roland, mégis honnan ismersz egy ilyen embert? Együtt tanulunk. A maga iskolába jár? A fiam színművészetet tanul. Oh. A híres ACT műhelyben. Gonosz vagy. Hazudott, mint a vízfolyás. Gonosz vagy. Hazug volt, a pokol tüzére került. Nagyon jó, kiváló, John. Már előbb érezd, hogy a feszültség gyűlik benne, csak aztán húzd meg a ravaszt, rendben? 10 perc szünet következik, utána kezdjük előről. Nagyon jó az Otellója. Észrevette? Nekem tetszett. Peter Anthony kit játszik? Cassio. Ő mikor következik? Ma már nem próbálok vele, csak holnap. Holnap? Véletlenül nem tudja, hol találjuk meg? Sajnos nem. És az irodában? Ott sem tudják a nevét vagy a címét. Peterét nem. Az hogy lehet? Személyes okokból. A szülei kifejezetten ellenezték, hogy színész legyen. Kár, mert tehetséges és szüksége lenne a támogatásukra. Holnap hánykor kezdődik a próba? Desdemónával dolgozom 11-ig, utána Peter következik. Nagyszerű. Köszönjük a segítségét. Engedjen meg még egy kérdést, Mr. Bull. Van egy fiatal riporternő, aki a maga színházáról írt, Maggie Ames. Igen. Hallottam a haláláról most. Ez ügyben nyomoznak? Igen. Az érdekelne, szentelte külön figyelmet valakinek az interjú során? Peter Anthonynak? Peternek? Nos, ha azt feltételezik, hogy Peternek bármi köze is volt a nő halálához, akkor rossz nyomon járnak. Ő kifejezetten érzékeny, de ugyanakkor van önuralma. Céltudatos és józan. Azt hiszem, ez elmondható Otellóról is. Nem igaz, Mr. Ball? Bármit tud erről az Anthonyról, kizárhatunk egy-két dolgot. Igen.
Öreg tollforgató ez a te haverod. Képes neki menni annak a fickónak. Mindig is ilyen volt. Mióta ismered? Ó, már nagyon régóta. De 1000 éve. Az első napon volt a gyilkosságjaknál. Én meg az öreg McIntyre-re. Emlékszel McIntyre-re? Jóval előtted volt. Kiszáguldottunk egy esethez. De addigra a főiskolai újságtól valaki már minden nyomot lejárt. És mit csináltatok? Azt, amit azóta már 100-szor. Kösz. Mondtuk, hogy ne avatkozzon bele. De akárhova mentünk, állandóan belebotlottunk. Egy fős forgalmi dolog. Igen. De azóta kitűnő riporter lett. Sokszor akadt olyan nyomra, amit a gyilkossági csoport nem talált meg. Akkor jó zsaru lett volna. Egy dolgot kivéve. És pedig? Az, hogy folyton inna. Alkoholista? Nem. Csak annyit iszik, amennyit dolgozik. Hát igen. Amúgy ír valamit a rovatában az ügyről? Nem, ma a törvényes szerencsejáték a téma. Ez furcsa. Mi? Hogy ennyire érdekli ez az ügy, mintha közel lenne hozzá. Talán már régebben írt róla, valamelyik sorozatában is folytatni akarja. Gyere, menjünk vissza az irodába. Meglátjuk, mit tudtak meg Peter Anthonyról. Te vagy az apa? Ah, szia Greg, mi újság, fiam, régóta itt vagy? Nem vészes. Főzök egy kávét, te is kérsz? Azt hiszem, jót tenne. Igen, igen, kérek, jó ötlet, kösz. A Maggie Ames Storyn dolgozol? Igen. A te munkáddal mi a helyzet? Semmi változás. És egyelőre nem is lesz. Hát igen, Greg, a világűr fontos dolog. Lézer, galaxisok, fekete lyukak, de hát mindezekről már beszélgettünk, nem? De, beszéltünk róluk. Te, ez a kávé nagyon jó illatú. Köszönöm, Greg. Jó pár napja nem láttalak, és még meg sem kérdeztem, hogy vagy, mi van veled, mi jót csináltál mostanában. Pénz kellene, vagy netán, atyai jó tanács? Egy ritkán látott apától. Valami ilyesmi. Kerestelek a szerkesztőségben, de már eljöttél. Gyerünk, Greg, ki vele, mi nyomja a lelkedet. Nem érdekes. Látom, hogy ki vagy. Majd máskor megbeszéljük. Várj, Greg. Ne menj el. Aludnod kell egyet, apa. Szükségem van. Mire, apa? Amire mindkettőnknek szükségünk van. Valakire, akinek kitárhatjuk a szívünket. Megfáradt öreg szívemet. Ugyan már. Neked oroszlán szíved van. Igen. Ez vagyok én. A dzsungel kivénhett oroszlán szívű királya. A dzsungel királya, aki túl büszke a nőstény oroszlánokkal. Nem, nem is nőstényekkel, csak egynyel. Egy kedves, szelíd fiatal lányjal, akiért úgy égett a szívem, hogy majd beleszakadt. Nem egészen értelek. Most akkor egy konkrét lányról beszélsz? Nem. Már nem, és már nem is fogok. Miért nem? Mert meghalt. Meghalt? Megölték. Ki volt az a lány? A lány, akiről pár percre kérdeztél. Meg James. Én nem is tudtam, hogy... Nem sokan tudtak róla, de én akartam, hogy így legyen. Nem szerettem volna, hogy kinevessék érte, hogy azt mondják, olyan öreg emberrel jár, aki az apja lehetne. Nem érdekelt, hányszor mondta el, hogy mindez nem számít, csak az, hogy szeretem. Úgy tettem, mintha hittem volna neki. De természetesen tisztában voltam vele, hogy egy napon más talál majd. És az a nap végül eljött. És megölték? Igen. Igen, megölték. És én meg fogom találni azt az embert, aki lefeküdt vele, aki elvette tőlem, és a halálát okozta. Megtalálom.
Igen, értem. Ha valakinek nem fizetnek az előadásért, nem köteles belépni az egyesületükbe. Értem. Hát köszönöm a segítségét. További szép estét. Viszont hallásra. Mit tudtál meg a színész egyesülettől? Semmit. Annyit, hogy a srác diák, és ha nem kap fizetést, nem kell belépnie. Egyébként nem találtam se naplót, se naptárat. A fürdő is üres. Lehet, hogy az irodában érte az életét. Már ha volt neki. Ebből ítélve nem igen. El akarod vinni? Igen. Ezt olvasd el. A szabad idődben. Szép kézírás. Igen. Jól néz ki. Jó az ízlése. Én ezt nem értem. És minden írásában ott volt a mosoly. Zeus irányítsa sorsomat. Peter Antoninak megintől, hát így hívják. Mr. Bim, már is megnézem, tartsa!
Itt van előtte, Mr. Bane. Maggie Ames utolsó munkája ACT. Olvassa fel nekem, mit ír Peter Anthonyról. A mellékszereplők között szerepel Peter Anthony és Merlin Lee, mindketten ígéretes újoncok. Aztán még ír pár nevet. Ennyi? Csak ennyi van arról a Peter Anthonyról? Igen, uram. Biztos, hogy nem ugrott át valamit? Nem, uram. A mellékszereplők között szerepel Peter Anthony és Marilyn Lee, mindketten ígéretes újoncok. Látta a képet? A maga arca. Végül összeállt a kép, Mr. Bane. És az jött ki, hogy... haláli élet. Ki maga? Én? Csak valaki, akinek van egy távcsöve. A kikötőben. A strand mellett. A Belvederben. Beszélt a rendőrséggel? Én? Nem. Megvártam, hogy beszélhessek magával, Mr. Bane. Ez minden. Mit akar? Maga író, nem igaz? Ki is írta azt, hogy hallgatni arany? Hm? De nem ez a lényeg. Ajánlanék valamit. Egy igen különleges, egyedi, értékes hallgatási formát. És ez a speciális hallgatás, gondolom, kitalálta aranyat ér. Még mindig nem értem. Ez jó. Lássuk csak, mennyi legyen. 500 hetente? Ehhez mit szól? Nem. Ugyan már gondolkozzon, elég, hogyha felemelem. 300. Igen? Most adok 200-at, a felmaradó 100-at holnap délben, onnantól a fizetési nap szombat. Szombat? Ez tökéletes. Nem találkozunk a pénzt egy postafiúkban, teszem le, 10-esekben és 20-asokban, rendben? Persze, úgy jó lesz. Jó van, akkor menjünk, essünk túl rajta. Hogy a fiam épp magával egy idős. Rendes fiú, okos, figyelmes, sokat olvas, gondolkozik. De még sokat kell tanulnia. Nem úgy, mint magának, ugye érti? Nem vagány, nem nagy menő. Magában mindez megvan? Hát igen. És ilyen fiatal. Hát itt volnánk. Oké, akkor ide a lével. Kapj el! Mi az? Hey, mi ez az izé? Mit akar ezzel, he? Mi ez? Maggie Ames új lenyomata a medál? Igen, és még valaki. Anthony. Ha úgy hívják. Na várj, ezt hogy érted? Nincs nyoma, hogy ebben a városban élne egy Peter Anthony. Sem a bűnügyi nyilvántartásban, sem az iskolában. Tehát valószínűsíthető, hogy álnéven dolgozik. Ráadásul egy fiú, aki színésznek tanul, művész nevet visel. Menjünk vissza a színházba. Már voltam. Peter Anthony néven lépett be. Tényleg, gondja volt a szüleivel, nem akarták, hogy színész legyen. Mm-hmm. És most még nagyobb bajban van. A jó rendben. Mike! Megtaláltam. Mondtam, hogy olvass el meg egy cikkét. A fickó neve Peter Anthony, itt van benne. Várjon, nyugodjon meg, miről beszél? A gyilkosról, a neve Peter Anthony. Ez meg utolsó cikkének a kefele vonata. Olvass el, amit aláhúztam. Nincs szemüvege, olvasd el. Köztük Peter Anthony, egy igen tehetséges, különösen érzékeny, jóképű fiatalember. Szelídség, ugyanakkor erős férfiasság rejlik benne, ritka kombináció, ez aztán ajánlás. Ez pedig az a cikk, amit utoljára adtunk ki, olvassa fel. A mellékszereplők között szerepel Peter Anthony és Marilyn Lee, mindketten ígéretes újoncok. Pont. Ez minden? Igen, ennyi. Olyas valakire utal, akiről nem tudott eleget írni az eredeti cikkben. Ebből elég nyilvánvaló. Már hányszor mondtam, hogy az újságok szerkesztői képesek kiforgatni az ember szavát. Meggyi cikkéhez senki sem nyúlt, benne volt a szerződésében is. Ez viszont csak egyet jelenthet, szerelmes volt Peter Anthonyban. Csak palástolta. Elárulná, hogy jutott el a kritikától a szerelemig. A határidő naplójából látták, nem? Nem.
Hogy jutott hozzá? Elmentem a lakására. Hogy ment be? A gondnok engedett be, aki régi rajongója. Minden reggel elolvasta a cikkeit. Azt hittem, látták a naplójába írt bejegyzéseit. Ebéd Peter Antonyval, vacsora reggeli, és az utolsó pont március 8. Egy nap PA-hol. Március 8. Aznap gyilkolták meg. Mondtam, hogy megtalálom, máj. Csak be kell hozni. Már kerestük? Ez minden. Tudták? Aha. Csak gyanúsított. A hajó tulajdonos adta meg a nevét. Csak gyanúsított? Ha most nem kapják el, jobb, ha más állás után néznek. Ugyan már, csigavér, megtaláljuk a fickót. Mike, ez érdekelni fog. Most szóltak rádión, hogy egy sikátorban megtalálták a fickót. Halálos lövést kapott. Add át Hesidzsiennek, jó? Azért jobb, ha ezt megnézed. Azt mondják, hogy egy medál volt a kezében. A hátuljára egy nevet véstek. Peter Anthony. Szent Genezius, a színészek védőszentje. A támadóról tévhette le. Mikor állt be a halál? Úgy 6-7 órája. Ismerem a srácot. Ez az a távcsöves fiú a Belvederből. Az ICT 4 meg egy kávézó. Színészek járnak oda. Az ICT csak egy utcára van. Figyelj, Peter! Egy csapat jelvényes vár, a bejáratnál. Engem keresnek. A rejtegetni valód van, jobb, ha kipakolsz. Gyilkosság gyanúja. Nem én öltem meg a lányt. Egy férfiról van szó, akit lelőttek. A kezében a maga medálja volt. És a hajó, amit Maggie halálának napján használt. Arról is beszélni fogunk, ha beértünk. Na jó. Várjon! Fogalmam sincs, miről beszél. Nem én tettem, én nem öltem meg senkit. Akkor miért futott el? Nem vagyok köteles válaszolni. Sem beszélni. Igaz, apa? Egyszerű. A nyakad törött, hogy megtaláld a gyanúsítottat, aki a saját fiad. Tehát itt találkoztatok, aztán megjött a... Ott találkoztunk. Pont. Megnézte a próbát, aztán hátrajött a szépen. Nem akarom tovább hallgatni. Meg fogod hallgatni. Meghallgatod, mi történt, mert nem úgy volt, ahogy gondolod. Én nem tudtam róla, apa. Csak amikor elmondtad. És szörnyű érzés volt. Megjutotta, ugye? Nem, eleinte nem. De rájött, elmondta neked? Elmondta neked? Szerinted olyan volt, aki ezzel megbántana? Hazugságban élt, egy rohadt büdös nagy... Pokol volt az élete, de egyikünk sem tudott róla, mert nem hagyta, hogy tudjuk. Meg akart kímélni minket. Persze. Hidd nekem! Ami velünk történt, csak úgy történt. Se te, sem én nem irányítottuk a dolgokat. Megi azt mondta, szakítsuk. Mert van valakie. Valaki, akit nagyon szeret. Csak máshogy. Nem akart fájdalmat okozni. Gondolod, ezt akarom hallani tőled, és hogy majd megbocsátok neked? Nem tudom, megteszed-e, de igazmondásra neveltél. Az egész életedet ennek szentelted. Most szembesülsz vele. Az igazság az, hogy nem tudta, ki vagyok, amíg el nem mondtam. Amíg nem dicsekedtem el, hogy az apám milyen jó a szakmájában. Megmondtam, hogy a neve Chris Bain. És akkor kapta azt a házat a strandon. Félre tudott vonulni, hogy gondolkozzon. Fel tudott fogni, mit kellett megemésztenie? Olyan lehetett, mintha eltört volna benne valami.
És van még valami, apa. Azon a napon én vittem meg itt a szigetre a hajón. De nem én öltem meg. Igen, tudom, Greg. Igen. Mike, újabb híreim vannak. Nem tarthatja benn azt a fiút. Hallotta a bizonyítékokat. Bizonyítékok, azok részinformáció. Pár órája még nem ezt mondta. Maga még soha nem tévedett? Dehogy nem, sokszor. És remélem, hogy Greggel kapcsolatban is tévedek. De egyelőre nem úgy áll a helyzet. Majd úgy áll, ha végeztem. Nem érdekel, hány ügyvédet kell fogadnom, hány tanút kell behivatnom, vagy hány ajtón kell kopogtatnom. Én juttattam ide, és ki is hozom. Őrizetbe veszed? Miért? Gondolkozz. A nyilvántartás olyan, mint egy bélyeg. Nem mossa le magáról, akárhogy alakul az. Szerinted is másképp alakulnak majd? Minden esetre Chris Bain szerint igen. És mostanáig minden úgy történt, ahogy mondta, nem? Nem úgy hangzik, mint a dicsérni akarnád. Nem is tudom, Mike. De jó. Ő hívta fel a figyelmünket a házra, igaz? Igen. Aztán a hajóra. Majd Maggie Ames cikkére és a naplójára is. És? Figyelj, ha te mondtad volna mindezeket, akkor elhiszem, hogy tények. De tőle, Chris Bain-től, nem tudom, mit gondolja. Állj meg egy szóra, tudod, hogy mit beszélsz? Nélküle sose találjuk meg a két srácot, akik látták a hajót, pedig bejártam azt a részt. Nem ez az első alkalom, hogy segít egy nyomozásban. Ahogy mondtad, nem ez az élete értelme. Nem az újságjának csinálja, és ne mondd nekem, hogy bevetted a mesét, hogy párszor elment Maggie Ames-el lebédelni, anélkül, hogy ne lett volna folytatása. Ha csak nem a barátja volt. Mike, mondd, hogy tévedek, és befogom a szám. Most te hallgass meg. Ha valaha is meghátrálsz egy személyes ügy miatt, hát én leveszem a fejem. Bizonyos dolgok engem is zavarnak. A srác a sikátorban? Azt mondta, nem ismerte Maggie Ames-t. Mégis az a medál volt a kezében, amit a lány vett a fiúnak. Talán, amit nem mondott el nekünk, azt elmondta valaki másnak. Zsarolás. Igen. De ki az a valaki más? Aki Cassiot játszott az Otellóban? Mit árulhatna el? Ha csak... Igazad van. Ha csak az, akivel találkozott, az, akit a távcsövön keresztül látott, Chris volt. Igen. Rettenetes ilyesmit mondani valakiről, akit ezer éve ismersz. Te most csak olvasol a kártyákból, amiket kapsz, ennyi. Igazad van. Na jó. Akkor most. Nézzünk meg még két kártyát, jó? Amikor Chris Bain Belvederben hívott minket. Kíváncsi lennék, honnan tudta meg a számot? Vajon nem titkos? Nem. Ezt is ellenőrizte? Magánvonal, 10 napja kötötték be Maggie Ames-nek. Nem értem, hogy szerezhette meg. Nem én engedtem be Mr. Bain-t ebbe a lakásba, de miért tettem volna? Van saját kulcsa. Tudom. Erre jöjjenek. Talán valami rosszat tettem? Nem, nem. Senki nem mondta, mit csinálják azzal, akinek csak engedjen be, legyen szíves. Thank you.
pénzre, ha jöttek. Mindenre, kivéve a miértre. Azt én se tudom. Elmondhatom, hogy szerettem őt. És rájöttem, hogy mellettem mással is találkozgat. Elmondhatom, hogy kicsit kiborultam. Túl sok martinit ittam, és megláttam, hogy lelép arról a hajóról. Ez meg nem indíték, igaz, Mike? Legalábbis egy racionális embernél. Nem tudtam, hogy Greg volt, és... ő sem tudta, hogy az én fiam. Az egész egy borzalom. Menjünk be a városba. Ez elég, hogy kiengedje őt? Feltételezem, azt is tudja, hogy én öltem meg azt a savargót. Ezzel a fegyverrel. Mit akar ezzel nyerni? Időt. A fiam szabadon távozhat. Én meg időt nyerek, hogy eltűnjek. Ezt egyetlen módon érheti el. Ha meghúzza a ravaszt. Kétszer. Csak pár órát adjon meg. Sajnálom. Ahogy már mondtam, nincsenek kivételek. Színű. Ezt meg hogy érted? Elárulnám? Egy 16. századi darab, amit így visznek színre, ilyen értékekkel, ma is megállja a helyét. Megmondom neked, mi állja meg a helyét. Ébi írrózsája, az állja meg írrózsája. A helyét. Pontosan. Hogy említheted egy napon a mindkettő kettő? Mindkettő színdarab, ha jól tudom. Mindkettő színészek játszák. Te szórakozol. Dehogy is. Te szórakozol. Még csak suttognak a halottak. Mi? Semmi sem, gyere, meghívlak egy csilis hotdogra, jó? Csilis hotdogra? Jól hallottad, hotdogra? Színház után az emberek el szoktak menni enni. Rúgjon ki a hátát.